Halihó, sziasztok, kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornán, és én már hallom vissza a hangomat, és már azt gondolom, hogy 99%-ban újra a régi vagyok, vagy hogy is van, hogy trombitás Frédi, nem így van a dallam, újra a régi. Na, szóval az a lényeg, hogy január 10... Megint bajba vagyok a dátumokkal, szombat van, január 15-e, és képzétek el, hogy december 27-én hétfőn kezdtem beteg lenni. Szóval ilyen hosszú ideig én nem tudom. Nem tudom az idejét, talán még gyerekkoromban sem voltam ilyen sokáig beteg. Úgyhogy ezt csak zárójelben mondom, hogy 3 oltást kaptam, és egy plusz egy influenza elleni oltást. És ezt most nem szeretném tovább kifejteni, de... és most abba hagyom, és nem akarok erről beszélni, de nagyon komolyan megvan a véleményem erről az egészről, és nagyon elegem volt abból, hogy 2 hetet nem is tudtam bemenni tanítani, és ágybeteg voltam, és nagyon gyenge voltam, és folyamatosan köhögtem, és fújtam az orromat, és mindenhol jött ki belőlem minden, és még lázas is voltam, és én nem is vagyok lázas típus, úgyhogy elég volt. Elég volt a betegségből, úgyhogy 2022 első elfogytak videóját hoztam nektek, és ezennel nem csak a szemetet fogom kidobni, hanem ezt a vírust, ami belém költözött, egyszer is mindenkorra, és nem vagyok hajlandó tovább társbilletben élni vele, úgyhogy itt van mellettem a bizonyos elfogytak szatyor, és azért vettem föl egy ilyen zöld sálat, mert a zöldnek van egy nagyon pozitív energetizáló hatása, és én most úgy gondolom, hogy mindenre szükségem van, ami pozitív, még a fülbevalóm is ilyen zöldköves, úgyhogy megadtam a módját először is a videózásnak nektek, hogy szépen lássatok, közben itt kiborul a fél szatyor, be is fejezem ezt a kis előzményt, ezt a kis intrót, és vágjunk bele a videóba, nézzük meg, hogy az utóbbi pár hétben mi az, ami felhalmozódott, elfogytak szatyor, és megy a kukába. Tartsatok velem! Nos, első körben én itt mindent kiborítottam, és nem hiszitek el, hogy annyira finom illat lett, és végre érzek illatokat, mert egyébként 5 vagy 6 napig se illatot, se szagot, se ízt, semmit nem éreztem, és nagyon borzasztó volt. És egyébként ez pont abban az időszakban volt, amikor szilveszter volt, úgyhogy én még csak élvezni sem tudtam azokat a finomságokat, ami itt volt nálunk, a malacsült, a mindenféle finom sütemény, kocsonya, semmit nem éreztem, és borzasztóan bánt, hogy én úgy mentem át ebbe az új évbe, hogy teljesen érzéketlenül. Úgyhogy mindegy, most pótolok, most mindent be fogok pótolni. Úgyhogy kivettem itt ezeket a... Hát ez borzasztó sok maszk, igen. Úgyhogy nem mutatom meg nyilván az összeset így egyesével, hanem kiveszem azokat, amik így... Tehát egyfajta maszkok. Tehát kezdjük is ezzel. Ez az Isanának a Q10... szem alatti ilyen tapasz szemregeneráló maszkja, és én látom komolyan a változást, egyébként még ma is reggel fölraktam. Ez egy olyan doboz, amiben, hát nem is tudom, talán 6 pár van az Isanától. Én komolyan mondom, érzékelem, hogy azóta, amióta ezt használom, és talán van itt még egy, igen, tehát amióta ezt az arcra, tehát a szem alá való Q10 szemmaszkot használom, ez egy ilyen, nézzétek meg, ez így néz ki különben, tehát egy 2 ilyen kis nagyon kellemes, puha tapintású, puha érzetű, kicsit ilyen gumis állagú maszkról beszélünk, és én érzem, hogy szebb a bőröm, szebb a szemem alatti bőröm, a karikákat komolyan mondom, érzem, hogy húzza vissza,
és napról napra nem annyira látványosak a karikák, mint régen volt, és én mivel egyelőre nem nagyon használok más ilyen szemtapaszt, csak ezt, most nem beszélek a szemránc krémekről, mert most használok egy újfajta Estée Lauder éjszakai Night Ripper eye creamet, de amióta ezt a tapaszt használom, tényleg látványosan látom a változást, úgyhogy nagyon-nagyon tudom nektek ajánlani. Hát ugye rengeteg izzan a textil hidrobooster maszkom elfogyott, ezek ilyen 390 vagy 300 forint körüli árba vannak, és hát én nagyon szeretem őket. Nagyon sokat elhasználtam, én ezt heti szinten azt kell mondjam, hogy kétszer legalább használom, kétszer-háromszor használom. Van viszont itt még két olyan maszk, amik ilyen egy-egy maszkok, amit nagyon szeretek, és már többször ajánlottam nektek, ez a Seventh Heaven Spring Sauna Mask. Tehát ez egy olyan maszk, ugye, ami fölforrósodik az arcodon, és magától ilyen melegséget ad az arcodra, utána le kell mosni egy olyan 15 perc múlva egy ilyen lágy, langyos vízzel, és ilyen radírozó hatása lesz. Tehát ilyen radírozó mozdulattal lemosod, és ez az egész egy ilyen bőrradírra alakul, nagyon kellemes a bőrnek, úgyhogy én ezt nagyon-nagyon szeretem. És a másik, ezt ajándékba kaptam a barátnőmtől karácsonyra, ez a Love Beauty and Planet Murumuru Butter and Rose Blooming Radiant Sweet Mask Pour Soft and the, mit tudom én, micsoda, ez egy vegán termék, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon finom volt. Én ennek a termékcsaládnak használom a testápolóját, isteni finom. Nem mondom, hogy én ezt megvenném, biztos, hogy ez sokkal drágább árkategória, mint az előző maszkok, amiket mutattam, de ennek van egy ilyen nagyon kellemes, ilyen felfrissítő hatása, és hát nem beszélve arról, hogy nagyon finom illata van, és ha ti nem ismeritek ezt a termékcsaládot, mindenképpen nézzétek meg, mert ennek a murumurunak, ennek a murumuru vajnak, tehát ez a murumuru egyébként egyszer már utána néztem, egy nagyon szép kis virág, és annak a kivonata nyilván ez a virágvaj. Tehát ebből ilyen testvajakat, meg mindenféle testápolási cuccokat csinálnak, és nagyon-nagyon finom illatú, tehát nekem az egyik kedvenc illatom, ilyen nagyon virágos, nagyon kellemes, nagyon tisztaság illat, úgyhogy ha nem ismeritek, nézzétek meg, nem mondom, hogy vegyetek egy ilyen maszkot, mert egyébként eddig én se vettem még, de jó volt. Nos, a csomagolásból már csak a jelző papírt, tehát az információs papírt raktam be, mert egy ilyen celofánba volt, egy fürdőbomba, méghozzá a Yamunától, ez a kényeztető szappan különlegességek bőrbarát kozmetikum cégtől. Egy, mi is volt ez? Azt mondja, hogy narancsfahéjas. Egy narancsfahéjas fürdőbomba volt, és nagyon finom illatú volt. Na most ezek a Yamuna fürdőbombák, ne tévesztem meg titeket, ez is olcsóbb, ugye, mint az átlagban a többi fürdőbomba, és ez alatt Body Shop, Lush, ezeket ismerem, ezeket használtam, szóval ez a Yamuna féle fürdőgolyó azért nem fogja azt a hatást nektek nyújtani, mint mondjuk egy Lush. Tehát egy Lush fürdőbombát beraksz a fürdőkádba, és tényleg megszínezi a kádat, pezseg, habzik, finom illatú, extrém erős illat. A Yamunának is finom illata van, de gyakorlatilag semmit nem csinál, csak úgy ott elolvad a vízbe. Ne várjatok tőle csodát, úgyhogy ezt muszáj volt elmondanom. Akkor, ami még itt van, és még mindig ilyen szappan kategória, elfogyott egy Dove Pink Soft szappan, és ezt imádom. Tehát ennek nagyon-nagyon-nagyon finom illata van. Én ezt ajándékba kaptam szedben, egy tusfürdő is járt hozzá, illetve
egy dezodor, és nagyon finom, úgyhogy ez is egy ilyen karácsonyi ajándék volt. Még mindig a szappanoknál maradva, iszom egy kortyot, ne haragudjatok. Különben elmondanám, hogy tisztított vizet iszom. Kezdek leállni ezekről a szénsavas dolgokról, és sokkal jobb. Szóval, az Isalának ez a Summer Nights kókuszos narancsos mi ez? Utántöltő szappan, folyékony szappan utántöltője. Finom illatú. Gyakorlatilag nekem az összes Isana folyékony szappan nagyon bejön, szeretem őket, olcsó, nem irritál, jól tisztít, úgyhogy végül is csak jót tudok mondani. És még egyszer körbenézek, hogy hát, ha még van valami, ami ez a szappan kategória, de nem. Oké, akkor haladjunk tovább. Én kaptam egy-két ilyen, na most kezdek rekedni, gyerekek. Oké, most kell tartanom szerintem egy 5 perc szünetet. Nos, a szünet meg volt egy kicsit jobb. Szóval kaptam ilyen tesztereket, ilyen kis tesztmintákat, egyébként egy csomó parfümtesztmintát kaptam megint, és ezekről is azért beszélnék, mert mind a kettő nagyon bejött. Az egyik a 212 VIP, azt hiszem, mi ez? Carolina Herrera parfüm, ez nagyon-nagyon bejött, nekem ez nagyon-nagyon tetszik, és ez a Gucci is, ami a Guelty illat, és ez engem nagyon-nagyon emlékeztet. A melyik is az az illat? Egy Nina Ricci illat, de nagyon-nagyon emlékeztet rá, egy ilyen lilás üvegben van. Én nem gondolom, hogy ezt azért nem venném meg, mert olyan nagyon átlagos, szóval, hogy szinte mindenki nézze ki ilyen illatot. Hogyha nagyon ki kéne emelnem tényleg egy új illatot az utóbbi időben, ami megtetszett, az tényleg ez a 212 VIP Carolina Herrera illat. Úgyhogy nézzétek meg, ha érdekel titeket. Kipróbáltam egy a Bioderm-nek az Aqua Power krémjét, egyébként nagyon-nagyon tetszett. A Lancome-nak viszont ez a regeneráló kréme annyira bejött, ezt két alkalommal is használtam, tehát kétszerre volt elég ez a kis teszter, tasak. És ez annyira bejött, hogy én ezt meg fogom venni, borzasztó, mert iszonyat ára van. De nem érdekel, mert annyira látványosan gyönyörű volt reggel a bőröm, és tényleg annyira klassz volt, és annyira tényleg éreztem ezt a regeneráló hatását, hogy sajnos meg kell, hogy vegyem. Barátnőmtől kaptam szintén ezt a Neutrogena Refreshing Clear, vagy tehát ez egy ilyen frissítő, tisztító, kicsit radírozó, pink, grapefruit és C-vitaminos arclemosóját, és nagyon jó volt. Nagyon jó volt, úgyhogy ezt is újra fogom venni. Akkor még maradjunk arcápolásnál, ez a Himalája mandulás. Azt hiszem, hogy ez a mandulás, vagy kesodiós. Az biztos, hogy minden bőrtípusra van. Természetes antioxidáns arcradír. Jó, hát most találjam ki Walnut Scrub. Hát szerintem ez inkább egy ilyen dió. De lehet, hogy ez mogyoró. Na mindegy, szóval az a lényeg, hogy ez egy valami dióféle, maradjunk ebbe, arcradír, és ez nekem nem jött be. Elhasználtam, de ennek tényleg már annyira durva szemcséje volt, ami nem. Tehát gyerekek, ez már nekem nem. Igazán azt gondolom, hogy az én bőröm elég sok mindent bír, de ez a bőradír nekem már sok volt, azzal együtt, hogy én nagyon szeretem a Himaláját. Viszont elfogyott a kedvenc, igazán nekem sminklemosásra használt habzó arclemosom a Mixától, ő,
és ezt már újra is vettem, és én semmi mással nem mosom le a sminket, a szemsminket, csak is ezzel. Nagyon-nagyon jót tesz nekem, nagyon jól lemossa a sminket, nem irritálja a szememet. Én utána az érzékeny szemre és víz, kifejezetten vízálló sminkekre kifejlesztett Nivea fekete flakonos micellás vízzel még át szoktam a szememet tisztítani, az nagyon-nagyon jót szokott még tenni, de az egész sminket ebben szoktam leszedni, és még mindig maradjunk arcápolásnál, amit szintén újra vásároltam, a Jim James vagy Jim James, ki hogy mondja, nekem ez a Jim James, ez jobban tetszik. Ez egy frissítő tonik, alkoholmentes, ilyen rózsakivonatot tartalmaz, és nagyon kimélő, nagyon-nagyon jó, úgyhogy ez nagyon-nagyon bevált. Még mindig arcápolás, elfogyott, és ezt nagyon-nagyon szerettem, és ezt nem hiszitek el, hogy ezt körülbelül 2 évig használtam, az Yves Rocher-nak egy ilyen karácsonyi limitált kiadású ajakápolója, és nagyon szeretem az Yves Rocher-s ajakápolókat, és nem csak ez fogyott el, hanem amit meg már tavaly vettem, úgyhogy ezt végül is 2 évig használtam a kettőt. Nem vagyok egy nagy ajakápoló felhasználó, ezt megmondom őszintén. Én ezt lefekvés előtt szoktam csak használni. Hál' Istennek nem ilyen kicserepedésre alkalmas, tehát hajlamos az a szám, úgyhogy hála Istennek ebből nekem nincs problémám. A másik meg ez a Karité vajas ajakápoló volt, és mind a kettő szuper volt. Én most egyébként vásároltam egy full no-name, és nagyon olcsó, mivel ezek elfogytak, és nincs is másik, csak egy Carmex-es, amit őszintén mondok, nem tudom, hogy miért dicsérik ennyire, mert én utálom, az én számat ilyen mentoloszcusz ne csípje, én ezt nem szeretem, úgyhogy ez kb. Egy fél éve így van benne a fiókba, és most vettem egy full no-name, 300 forintos, jeleni, nem tudom micsoda, tehát valami lengyel, vagy szlovák, szóval valami, nem tudom, milyen no-name számomra, viszont nincs semmi illata, nincs semmi ilyen mentolos utóhatása, úgyhogy ez nekem bőven megfelel. Ami még elfogyott arcápolás, a szokásos C-vitaminos szérumom a Medinaturáltól, ami ugye E-vitamint is tartalmaz, és nagyon-nagyon szeretem, és a Visitől, igen, a Visitől használtam egy nem szemránckrém, én szemránckrémet kifejezetten nem használok, én mindig ilyen szemápoló krémeket veszek, ami nyugtató, ami lehet, hogy ilyen lifting hatású, de nem kifejezetten szemránckrém, hanem az érzékeny szemet nyugtatja, illetve a reggeli karikákat egy kicsit hát így visszanyomja, és ez nagyon jó volt, ez a Visi 89 minerál, ezt nagyon ajánlom, nagyon-nagyon jó volt, egy géles, hidratáló, nagyon jó formula, nagyon jó volt, és ami még szintén nagyon jó volt, de ez azért már egy nagyon, tehát a Visi sem volt olcsó, talán 6000 forint körül volt, ez a Christian Breton szemkrém, ez pedig horror, viszont nagyon jó volt. Úgyhogy most figyelem, hogy hát ha van valami olyan szett, amiben van szemkörnyékápoló és krém is, és akciós, ettől a márkától, ez egy francia márka, és szuper, és nagyon-nagyon szeretem ezeket a kozmetikumokat, többet is próbáltam, nagyon jót tett a bőrömnek, csili-vili árban van, igen, tehát ez nem egy drogériás L'Oreal, vagy egy Diadermin, vagy egy Mixa, hanem 10 hialurongélt tudok venni egy Christian Breton krém árából, de azt hiszem, hogy megéri. És aki megteheti, annak javaslom, mert hosszú távon látványos eredményt tudtok elérni, és főleg 40 fölött nagyon fontos azért, hogy az a krém, az az arcápoló, amit felraksz az arcodra, az már tényleg ne a szentelt víz kategória legyen. 20 évesen biztos nem vettem volna 15-20 ezer forintos krémet, elég volt egy kis Nivea, elég volt egy kis L'Oreal, és
Ennyi. De most már nem elég. Be kell látni, hogy nem elég, és hogy ennyire szép legyen a bőröm, bizony ebbe investálni kell, és aki azt mondja, hogy jó az úgy, úgyis megöregszünk, azzal én nem tudok egyet érteni, mert én nem szeretnék hazajönni úgy, mondjuk a tanításból, hogy belenézek a tükörbe, a liftbe, és egy ilyen vénasszony néz szembe, és ha én ezt megérem, akkor én nagyon-nagyon szomorú leszek, és én nem szeretnék vénasszonynak kinézni. Ennyi. Elfogyott a Lancôme alapozóm, ugye ez a 0-10-es árnyalat volt, és én ezt újra vásároltam, és egy másikat vettem belőle, ami a 0-05-ös. Ez egy picit lágyabb és világosabb árnyalat. Nagyon szeretem, imádom ezt az alapozót, és tényleg kijelenthetem, hogy nekem ez a legjobban bevált alapozó, és nem szándékszom átérni nagyon másik alapozóra. Ez az igazság. Hogyha még sminket említsek, és én bedobtam ide azért, mert én nem szoktam nagyon az elfogytak szatyorba sminket bedobni, olyat szoktam bedobni, amiről érdemes beszélni, és tényleg ez az e.l.f. szemöldök ceruza nagyon jó volt. Nagyon jó volt, úgyhogy próbáltam újra venni a múltkor, amikor a Müllerbe voltunk, de nem volt. Nem, hogy egy ilyen árnyalat semmilyen nem volt, úgyhogy felvásárolták. Valószínűleg más is rájött, hogy ez jó. Úgyhogy én még mindig vadászom ezt az e.l.f. szemöldök ceruzát, mert szerintem csúcs. Most illatokat fogok mutatni, dezodorokat, illetve parfümöket. Elfogyott, és erre külön nagyon felhívnám a figyelmet. Ez a Dove, és ezt is ajándékba kaptam, ez az Invisible 100 Color Flower, vagy Floral Touch, tehát egy ilyen virágos illat, egy ilyen virágos kevert illat, és képzeljétek el, az én korosztályom biztos, hogy emlékszik arra, 80-as, nem, 90-es évek, Lanozan Med. Zöld csíkos dezodor, egy igazi friss, ilyen hegyi levegő, finom üde dezodor, imádtam, nem tudom miért vonták ki, egy picit a fennyál, amit most lehet kapni, egy picit az úgy emlékeztet rá, de nem olyan. Viszont képzétek el, ennek a dezodornak 100%-ban, egy az egyben, ugyanaz az illata, mint a Lánozánnak volt, emlékszem rá, és mikor ezt megszagoltam, hát mondom, ezt nem hiszem el, most már nincs benne semmi, és nem is jön már az illat se belőle, úgyhogy ez biztos, hogy újra fogom venni, mert én annak idején imádtam a Lánozán illatot. Mindig ezeket az ilyen friss, kellemes test, baba, póderes és tisztaság illatokat imádtam magamon. Nem szerettem soha a fiatalabb koromban sem az ilyen nagyon markáns, erős, szúros dezodorokat, és ez a Lanozan, ez isteni volt. És mi ugye nagyon sokat jártunk külföldre, egy az, hogy én az anyukámmal rengeteget mentem, hát minden nyaramat Svájcban, töltöttük rokonoknál, barátoknál, aztán a néptánc csoporttal bejártuk egész Európát, Németország, Ausztria, Belgium. Aztán, amikor már a kórusban énekeltem, a lánykórusban, gimnáziumban, szintén egész Európát, utána, aztán, mint már énekesnő, operaénekes kezdtem a karrieremet, akkor már az egész világot, tehát Ázsia, Afrika, Amerika, minden megvolt. Úgyhogy én sokkal hamarabb hozzájutottam ezekhez az ilyen luxus illatokhoz, vagy luxus kozmetikumokhoz, mint mondjuk a velem egykorú társaim, ami még mondjuk nem jött be Magyarországra. Úgyhogy ez a Lánozán is olyan volt, hogy ezt én már sokkal előbb használtam, mint sem, hogy itthon lehessen kapni, és itthon aztán nagyon hamar kivonták. Nem tudom, hogy miért, de még egyszer mondom, hogy ez a dezodor, ez teljesen a Lánozán med illat. Elfogyott még a Divine Moments a fától, és ezt azért veszem meg, mert én használom a Lancôme La Vie Belle parfümöt, és ez teljesen az az illat, tökéletesen. Ha már erről beszélünk, akkor a fa Divine Moments tusfürdő is ugyanaz az illat, és azért vettem meg,
mert teljesen a Lancôme Lavie-ből illat, úgyhogy megfürdök ezzel, befújom magam avval a dezodorral, rám, magamra rakom a parfümöt, és teljesen ez a Lancôme orgia vesz körül. Elfogyott ez a dezodor is, ez egy ilyen tropikál fruit, nem volt rossz, ezt is ajándékba kaptam, elfogyott. És most jöjjenek parfümök, ami elfogyott, és ez nagyon-nagyon tetszett. Tulajdonképpen ezt egy ajándékba vettem valakinek, és elfelejtettem odaadni, és aztán végül itt ragadt rajtam. Ez a Citru, vagy Citru Harmony Bliss. Ennek ilyen citrusos illata volt, nagyon kellemes, ajánlom. Ez viszont borzalmas volt, az Yves Rocher-től ez a monoi haiti illat. Van benne valami olyan borzasztó, ez az ilang-ilang, egy borzasztó, folytó, édes kis illat, úgyhogy ez a WC-ben volt, mint légfrissítő. Akkor elfogyott a Tom Taylornak az Urban Life illata, és ezt imádom. És ezt annyira imádom, képzeljétek el, hogy ezt újra fogom most venni. Ezt Alma papi videójában láttam először, hogy nagyon ajánlgatta. Utána elmentem egy drogériába, megszagoltam. Na, még egy fújást talán ki tudok belőle nyerni. Aha. Nagyon finom illat. Tehát ilyen drogériás szinten 4-5 ezer forint árkategória. Nagyon jó, nagyon finom, nagyon tartós, és nem az az ilyen pacsuli illat. Tehát a drogériában van egy-két olyan parfüm, amit egyszerűen én nem tudok tolerálni, tehát annyira borzasztóan büdös számomra. De ez nagyon finom illat, úgyhogy ez a Tom Taylornak az Urban Life illata, és egy utolsó illat, az pedig a Frézia fantázia nevet viseli, a Yamunától, nem a Yamuna, Jodeima, bocsánat, nem mondjak rosszat, tehát a Jodeima parfüm kozmetikai cég, ugye ez arról híres, hogy nagyon nagy márkáknak az illatait másolja, tehát ezek ilyen másolatok, dupók, viszont nagyon jól sikerült másolatok, és nagyon tartós másolatok. Ez a Frézia, azt hiszem a Mon Paris-nak a másolata, úgyhogy nem volt rossz. Ez bejött. De ezzel együtt én másokat szoktam venni, a Jodeimától, a Seduciont, és nem tudom mi. Tehát a Chloe-nak szoktam venni a dupját, és nagyon-nagyon bejön. És nagyon ajánlom ezeket az illatokat, mert tényleg nagyon jó illatok, nagyon tartós illatok, nagyon kifinomult illatok, és nagyon jó árban van. Jöjjön még két tusfürdő, és az egyik nagyon bejött. Nagyon rá vagyok kattanva ezekre a vaníliás illatokra. Úgyhogy a Balea-nak ez a Vanilla and Cocos. Ez nagyon-nagyon bejött, azzal együtt, hogy igazából én a kókuszból semmit nem érzek, viszont egy nagyon kellemes vanília illat, úgyhogy ezt nagyon ajánlom, ha szeretitek. És hát ami nagyon nem jött be, pedig én egyébként nagyon szeretem az Yves Rocher tusfürdőket, de ez az illat, ez valahogy engem nagyon taszított, és igazából nagyon lassan fogyott el, és inkább ilyen habfürdőnek locsoltam be így a vízbe, nem is magamra tettem. Ez a Passion Fruit Ginger, tehát ez egy ilyen virágos, gyömbéres, kevert illat. És figyeljetek, most így, ráadásul most így beleszagolva újra, egy ilyen savanykás illata van, és komolyan olyan illata van, mint amikor valaki nagyon savanyút izzad. Tehát nem tudom elképzelni, hogy miért csinál egy nagyon jó, tehát számomra egy nagyon elfogadott és nagyon kedvelt kozmetikai cég miért csinál egy olyan illatot és abból tusfürdőt, aminek izzadságszaga van. Mert ennek, figyeljetek, komolyan mondom, izzadságszaga van. Úgyhogy ezt nagyon nem ajánlom nektek, ezt a gyömbéreset, nagyon ne. Ne keressétek, mert szerintem rémes. Az előbb véletlenül az agycápolásból is ide begurgult a combom alá.
kihagytam, tehát ezt nagyon-nagyon szerettem, az Estée Laudernek egy szemkörnyék ápoló kréme, és egy ugyanilyet vettem, egy másfajta típusból, de ugyanilyen szemkörnyék ápolót vettem az Estée Laudertől, csak ez egy más, tehát más összetevőket tartalmaz, amit most használok, az igazából egy éjszakai krém, ez pedig egy ilyen komplex szemkörnyékápoló volt, de nagyon jó volt, és ne tévesszem meg titeket, hogy ilyen pici, azt hiszem talán 5 milli, mert nagyon sokáig elég, tehát ennek annyira tömény a textúrája, hogy épp hogy csak egy pöttyöt oda teszel a szemed alá, és már el tudod krémezni, szóval nem kell ebből sokat kivenni, és nagyon jól működik, úgyhogy én nekem ez nagyon bevált, és mondom már, újra is vettem. És akkor még jöjjön három, mert ha így jól körülnézek, akkor már nincs is más, amit így nagyon mutogathatnék. De nem. Rosszul mondom. Oké, tehát akkor még a fürdő szekcióhoz. A Salzhaustól elfogyott ez a Foller Wunder, ugye ez a Tóth Eszmer narancsos illatú habfürdője, és ez a kedvenc habfürdőm. És minden alkalommal, amikor elfogy, akkor megfogadom, hogy jó, nem fogom megvenni, mert hogy dupla annyi, tripla annyi, mint egy másik habfürdő. De ez tényleg nagyon jó. Úgyhogy sajnos ezt újra fogom venni. És hajdolgok. Tehát én rátaláltam most egy új hajmárkára, a Botanic Therapy a Garniertől, és viszont ez is gyömbéres, ginger. Viszont ez nagyon jó. Tehát én ezzel nagyon-nagyon meg vagyok elégedve, nagyon ajánlom. Ugyanennek a, nem, a Herbal Essence-től, a másik kedvenc márkám, attól elfogyott egy balsam, nagyon jó. És két fújókáló dolog, elfogyott a Taft hajlakom, ezt már újra vettem, és elfogyott a kedvenc száraz samponom az Izanától, ezt is újra vettem. Én biztos vagyok benne, hogy az én hajam azért néz ki így, bár most azért annyira nem, most nincs frissen mosva, de nagyon jó az állaga, nagyon szép a tapintása, jó a tartása, dús, egészséges, nagyon jó termékeket használok, úgyhogy én nagyon ajánlom a Herbal Essence, vagy Essensis, ahogy ki hogy akarja, Herbal Essensis. De hogyha más nyelven akarom kimondani, akkor Essence, vagy Essence. Ez az aloe verás bambuszos. Ezt nagyon ajánlom nektek, ezt a termékcsaládot, és a Garniertől is nagyon ajánlom ezt a gyömbéreset. Úgyhogy itt a mese vége, fuss el vége. Vagy fuss el véle. Nos, lányok, fiúk, ennyi volt az első 2022-es év első elfogytak szatyor, kiértékelője, most is ajánlottam nektek dolgokat, és olyanokat is mondtam, amiket én nagyon nem szerettem, nagyon nem jött be, és nem javaslom. Úgyhogy mindenképpen tartsatok velem legközelebb is, iratkozzatok fel a csatornámra, lájkoljátok a videót, nyomjatok kis csengőt, kommenteljetek, imádjatok, kövessetek, és találkozunk hamarosan. Sziasztok!